Fehérvár első alma referencia patikájává alakult át az Alfa patika. A vásárlóteret modernizálták, és közel kétszeresére nőtt, akár sorban állás közben is beszerezhetik mostantól a páciensek a gyógyszereket, készítményeket. A betegeknek a legnagyobb változása az, hogy az oficina majdnem duplájára növekedett, területében sokkal tágasabb, világosabb lett, sokkal barátibb. Az betegek, ha gondolják és szeretnék, akár saját maguk is megfoghatják a termékeket, megnézhetik, de továbbra is fontosnak tartom, hogy a szakmaiságot továbbra is mellettük állunk, úgyhogy bármikor szívesen segítjük, ezt nem szeretnénk elengedni. A gyógyszertári munka reményt jelent, hiszen a gyógyulásra, az egészség megtartásra kapnak lehetőséget a páciensek. Ezt már az Alma Gyógyszertár franchise ügyvezetője mondta, aki hozzátette, a cél pedig az, hogy a vásárlók a legelégedettebben távozzanak. Ez az embereknek jó, hogy egy ilyen nyitott vásárlóterű, 21. századi koncepcióval rendelkező megújult gyógyszertárba jöhetnek itt a környező lakosok. A hétfői ünnepélyes átadáson Lerner Zsolt alpolgármester Székesfehérvár önkormányzata nevében mondott köszöntőt. Az Alfa patika belépett az Alma gyógyszertáraknak a franchise szolgáltatásában, és az első Alma patika a városban, és ez egy referencia patika, és ez mindenféleképpen jó a városnak, a városlakóknak, hogyha minél több szolgáltatás és minél több lánc, patika lánc közül választhatnak. Az átalakulás két hétig tartott, ez alatt a patika változatlan nyitvatartással működött. A humán gyógyszerek mellett az állatgyógyászati termékek is kikerültek a nyitott polcokra.